Köszönöm szépen, kisember vagyok, felállok ide. Sok szeretettel köszöntöm valamennyiüket. Nagyon nagy öröm számomra, amikor ilyen sok embernek kell beszélnem, mert az a tudás, amit én örököltem, ez az egész magyar népé, és önök most fognak belőle hallani egy nagyon-nagyon nagy részt. Az emberiség volt régen, az állatvilágtól tanulta, meg sok-sok ezer éve, millió éve használja a gyógynövényeket. Aztán, amikor még az orvoslásban, az amerikai orvoslás előtt a latin orvoslást tanították, akkor még az orvosok is tanították. A világ újból kellett visszatérni a népi gyógyítási tudásra, az egészségügyi világszervezet már két kongresszusán foglalkozott ezzel, és javasolja az orvostársadalomnak és az embereknek, hogy kezdjék el újból használni a gyógynövényt, mert nagyon nagy a baj. Az egész világon, illetve nem az egész világon, mert keleten például semmilyen probléma nincs, a keleti emberekkel első perctől kezdve a kínaiak, az indiaiak használják, az arabok használják, a négerek használják, az indiánok használják. Első perctől kezdve a gyógynövényt, amióta az emberiség létezik, csak a fehér emberek hagyták abba. Körülbelül az 1960-as években, nem teljesen, de nagyon nagy mértékben. Ma ez odáig fajult, hogy csak gyógyszer van, semmi más nincs az embereknek, hogy egyszerűen az egészség megtartására az orvoslást nem tanítják. Orvos egyetemeken olyan nincs, hogy egészség megtartása. Olyan van, hogy gyógyítás. Pedig nagyon-nagyon fontos lenne most már az egészségünket megtartani, mert borzasztó nagy a baj. Nem én mondom, hanem az egészségügyi világszervezet mondja, 1978-ban Almatában a kongresszusán javaslatot tesz. Kezdjék el újból használni. 2008. november 8-án Pekingbe szintén kezdjék el újból tanítani az orvos egyetemeken, kutatni és tanítani, mert nagy a baj. És aztán 2011-12-13-ban az Európai Unióba, az Európai Unió csinált egy vizsgálatot, mert borzasztó nagy baj van az emberekkel. Van egy jövőkutatás, amelyik azt mondja, hogy az emberiség elindult a kihalás felé. Nem tartják meg az egészségüket. És a vizsgálat eredménye a következő. Ennek a vizsgálatnak az eredménye 2011-12-ben és 2013-ban négy olyan betegséget fedeztek fel, amelyik nem fertőző, és járványszerűen terjed. A magas vérnyomás, ebbe halnak bele a legtöbben. A cukorbetegség meglepően borzasztó szám van Magyarországon, a hivatalos vizsgálat. Én emlékszem 1990-ben, amikor a piacra kezdtem, akkor 500 ezer cukorbeteg volt Magyarországon, 11-12-13-ban, meg most is körülbelül 1 millió. 700 valamennyi ezer, akiről tudnak. A második vagy a harmadik a rák. Nem fertőző a rák se. Mégis az Európai Unióban az összes halálesetek száma 20%, Magyarországon és még négy másik országban 30 szám szerint. 1964-ben meghalt Magyarországon 1700 ember daganatban, 2011-12-13-ban minden évben 30 ezer. Borzasztó. És nem Csernobil. Nem Csernobil, hanem az élelmiszer személygyártás. Így írja le egy Chicagóban élő és tanító magyar biokémikus professzor egy természetgyógyász újságban.
az élelmiszerekben lévő adalékanyagok, az ízfokozó, ízjavító, a tartósítószer, és még Isten tudja, milyen adalékanyagokat tesznek bele az élelmiszerekbe, már a kezdetek kezdetén. Ezek egy része áthatol a bélfalon keresztül, bekerül a hasüregbe, és tünetmentes, állandó gyulladást okozott. Elhíznak az emberek, Magyarországon lakosság arányában, minden harmadik ember túlsúlyos Magyarországon, hivatalos adat. Cukorbetegek lesznek az emberek, rákosak lesznek az emberek, és még sor állandó bélgyulladásuk lesz, vesélyük tönkre megy, a májuk tönkre megy, borzasztó, ami van, borzasztó. És nincs ellene egyelőre semmilyen szer, csak az ősök tudása. Az viszont van, csak alkalmazni kellene. És a negyedik betegség a COPD. A COPD, ez egy időskori tüdőbetegség. Elsősorban a dohányosok kapják el, és belehalnak. Belehalnak. El kell dobni a cigarettát. Most. Nem holnap, meg nem kitűzni egy időpontot, hanem most. Nincs cigaretta tovább. Az okozója egyértelműen a dohányzás, a nikotin. És még van másik ok is, a gyakori tüdőgyulladás és a gyakori mellhártyagyulladás. Mit lehet tennünk, mit kellene tennünk, visszatérni ahhoz, amit az ősök tudtak? Ezt javasolja a pekingi nyilatkozatban az Egészségügyi Világszervezet, és képzeljék el, már nálunk is megalakult a Complementer Medicine Társaság tavaly. Németországban már régen van, és érdekességképpen egy Dobos nevű professzor, keresztnevét nem tudom, Németországban is a Complementer Medicine Társaságnak ő az elnöke. Egy magyar ember. Chicagóban is a magyar ember kutatta ki, hogy a bélrendszerünkbe, bekerül bélrendszerünkből a hasüregbe az a szemét, ami az élelmiszereinkben van. Hát először is azt kellene csinálni, hogy rendesen kitisztítanak magunkat. Elfelejtették az emberek, mert már nincs vallás, sajnos. Nincs vallás, elfelejtették a nagybőtöket. Az nem csak vallás volt. Az volt, hogy kitakarítsa belülről a szervezetét az a hívő ember, aki böjtöl. Ezt meg kellene csinálni, most már nem fél évenként, mint ugye régen volt a tavaszi, meg a húsvéti, meg a karácsony előtti nagybőjt, hanem most már negyed évenként. Minden negyed évben, mert borzasztó nagy a baj. Borzasztó nagy a baj. Nem is gondolják, hogy milyen nagy. Elmondok még egy érdekes dolgot. Van egy orvos ismerősöm, mondhatnám azt, hogy barátom régen, dr. Varga Csabának hívják, egy gyógyszergyárban dolgozik kutató orvos. És a következőt írja a könyvébe. A Jóisten megteremtette a férfit, megteremtette a nőt. Kettőjük házasságából születik a család és a gyerek. Az ember megteremtette a vegyi anyagot, elpusztítja a nőt, és elpusztítja a férfit. A vegyi anyag. És erre mond egy példát is ő. Amerikából annak idején hoztak egy olyan port, amit úgy hívtak, hogy DDT, krumpli bogár ellen használtuk.
Amerikában már akkor betiltották talán, vagy még akkor nem, de nem sokkal utána. Ennek a használata, ez beépül a növényekbe, a krumpliugár elleni DDT, bekerül a talajba, több száz évig ott van, és csak nagyon lassan szívódik fel, kontergán bébik. A fiatalok nem tudnak róla. Kéz, láb nélkül születtek, de van, akinek a keze kinőtt, de csak a csuklójától, a vállától. Úgy hívták, hogy kontergán bébi. Az idősek emlékeznek rá. A DDT a következőt csinálja. Felszívódik a krumpli után a búzába, a kukoricába, a borsóba, a babba, meg mindenbe, amit utána vetünk a földre, én is gazdálkodok is. Elpusztítja a női nemi hormont, a DDT és a férfi hormont, az ösztrogént és az androgént. Sterilek lesznek az emberek egy pár száz év múlva. Sterilek lesznek. Nem lesz gyerek. Borzasztó. Hivatalosan ki van mutatva. Ez is, amit mondok az Egészségügyi Világszervezet kongresszusa, illetve vizsgálatáról, az is könyvbe le van írva. A mostani egészségügyi államtitkár asszony is írt például a COPD-nek a cikkét, azt ő írta le ebbe a könyvbe. Ki kell tisztítani magunkat. Ki kell tisztítani minden negyed évbe egyszer, két hétig. A csalánlevél te a keverék, kitisztítja a nyirokereket, kitisztítja a vérereket, kitisztítja a májat, az egyik méregtelenítőnk, kitisztítja a veseinket, a másik méregtelenítőnket. Egészségesebb áramlás lesz az egész szervezetében, a nyirok áramlás is egészségesebb lesz, meg a véráramlás is egészségesebb lesz. Nagyon sok ember küszködik ér problémával. El vannak meszesedve, koleszterin van benne, cukorlerakódás van benne, számtalan dolog van, hibás fehér vérsejtek vannak az érfalon belül lerakódva. És utána, amikor ennek a tisztításnak vége, ez két hétig fog tartani, akkor utána minden héten kettő teát mindenképpen meg kell inni mindenkinek. Ha élni akar, életben akar maradni, egészséges akar maradni. Az orvoslás tanításában nincs olyan, hogy egészség megtartás. Az csak a népi gyógyításban van. Megtartani az egészséget. A szegény ember, én éltem a Horthy rendszerbe. Tudom, hogy milyen volt a szegény ember. Nem volt pénze. Se gyógyszerre, se orvosra. És hogyha nem dolgozott, ha beteg lett, akkor éhen halt, ha a szomszédok nem segítették. Általában segítették a szomszédok. Nem volt neki ennivalóra pénze. Tehát tisztán kell tartani a májunkat. Egyik napot kiválasztani, mondjuk egy héten, egy pénteki napot, de inkább én a hétfőt ajánlom a tisztításra, a hét elejét, mert általában szombat, vasárnap eszük túl magunkat, én nem, de a legtöbb ember. Mondjuk a hétfői napot kiválasztják, hogy hétfőn, minden héten hétfőn a tisztítás után megiszok egy csésze aranyvesző teát, mondjuk amíg nem vagyok csak 30 éves, vagy előtte, utána vagy a gyermekláncű teát iszok egy csészével, vagy a mezei katánkból, vagy az egy nyári ürömből. A májnak, a működésének a segítésére. Nem a máj fog, nem a teja fogja kitisztítani a szervezetét, hanem a mája. És most hallottam nem túl régen egy nagyon-nagyon érdekes hírt, hogy mennyire jó például a májnak a hepatitis vírus is ellegyógynövénnyel
pusztítani. Egy idős embernek, már lemondtak róla, ugye három vírus van a hepatitis, az ABC vírus, lemondtak róla, és akkor a fia erőltetve adta neki a diólevelet, és meggyógyult az öreg ember. Tehát egy nap a májnak a segítésére, ezekkel a növényekkel, de azt rendszeresen kell csinálni, addig, amíg a következő tisztítás el nem jön megint, a következő negyed évben. A másik a vesének a tisztítása. Rengeteg vesebaj van Magyarországon. Rengeteg ember kerül dialízisre, mert a vesejével nem törődik, elsősorban nem iszza meg a két liter folyadékot. A vese folyadék nélkül nem tud mit csinálni. Csak annyi folyadék, annyi méregtelenít, amennyi folyadékot megiszik hozzá az illető, tehát meg kell inni a két liter folyadékot, és segíteni kell annak, akinek nincs szomjúságérzete gyógynövénnyel. Olyannal, hogy mezei zsúrló, mondjuk kedden vagy szerdán, de akkor minden nap a tisztítás után, vagy olyannal, hogy nyírfa levél, vagy olyannal, hogy tejoltógalaj. Hihetetlen, hogy mennyi probléma van az emberiséggel, a vesejével. Nagyon-nagyon sokan fordulnak hozzám, Gyuri bácsi, dialízisre akarnak engem tenni. Nem működik a vesém. Nincs neki mivel, mert iszik egy fél liter folyadékot egy nap, az kevés. És még nem csak ez a baján, hanem a két liter folyadék helyett a fél liter folyadék nem elég ahhoz, hogy kitisztítsa a csuklókból, a térdéből, a könyökéből, a lábfejéből, vagy a csípőjéből kitisztítsa a méreganyagot. Lerakódik, begyullad, reuma, begyulladás. Tehát mindenképpen kell használni ezeket a növényeket, és amikor már dialízisre akarják az illetőt állítani, akkor is van még segítség. 4 hétig kell reggel egy csésze mezei zsúrlót teát meginni, a következő 4 hétben minden reggel egy csésze tejoltógalaj teát meginni, a 3. 4 hétben minden reggel egy csésze nyírfa levél teát meginni. A mezei zsúrló megakadályozza, hogy ne legyen sziszta a vesején, vagy a mellékvesén. Vagy ha van, elmulasztja. A tejoltógalaj az egész nyírokrendszerét működteti, hisz a mellékvesénk is egy nyírok. És a nyírfa levél pedig nem engedi, hogy kő képződjön a vesejébe. Számtalan ember van, aki ezt most már használja. Képzeljék el, Magyarországon van egy felmérés, egy újság csinálta. Magyarországon a lakosság 40%-a már rendszeresen használja a gyógynövényt. 40%. Óriási szám. Az 4 millió embert jelent. Itt Magyarországon. Hát ez a két tisztítás, ez feltétlenül fontos, és akkor még amit mondani akarok, használni kell a verejtékmirigyünket, izzadni kell. Tudatosan. Ó, mondják nekem sokan, olyan kiváló dezodor van, és olyan büdös az az izzadság. Meg befogja a blúzomat, vagy az ingemet, hát hogy nézek ki, különösen nyáron. Használja az a dezodort, semmi problémát nem jelent. De tudatosan izzadjon egy héten legalább 2-3 nap 10 percig naponta. Aki ezt nem csinálja, annak a következő lesz a következménye. Férfiaknál kevésbé, mert a férfiak általában olyan munkát végeznek, vagy tornáznak, vagy járnak edzőterembe, vagy akármit csinálnak, izzadnak. A nőknél a hón alatt lévő csomóba daganat keletkezik, meg a mellébe is, mert nem használta.
sokan nem is gondolják, hogy attól van a melldaganata, hogy éppen nem használta a verejtékmirigyét. Csak akkor csodálkozik, amikor elmegy mammográfiára, azt mondja, hogy jaj, kérem, van egy csomó a mellében, nézzük meg, vegyünk mintát, de vegyünk a hónalról is mintát. Tessék tudatosan csinálni az izadást. És egy nagyon híres orvos, nem akarom a nevét megmondani, mindenki ismeri, Magyarországon tartott nálunk előadást, azt mondja, tudom, hogy az idős emberek már nem tudnak izzadni. Vegyenek fel téli kabátot, nyáron is otthon 10 percre, és biztos, hogy izzadni fognak. Feltétlenül fontos. És akkor most térjünk ki arra, hogy arra a 4 betegségre, amit elmondtam. Mit lehet csinálni, hogy ne legyünk betegek? A keleti gyógyítás, és mi is keletről jöttünk, a keleti gyógyítás mindig azt mondja, hogy mitől lett valakinek magas a vérnyomása. Egyáltalán mi az, hogy magas vérnyomás? Amíg a latin orvoslást tanították, az azt jelenti, hogy a szisztolé, tehát a felső határ, vagy hogy a székelyek mondják a nagy vérnyomás, 100 és ahány éves volt. Nekem most 190 lenne, a szerint, az orvosi tanítás szerint a normális vérnyomásom. Most azt mondják, már hál' Istennek már nem, csak nagyon-nagyon ritkán most már csak azt mondják, hogy most azt tanítják, helyesebben mondva tanulják, hogy 120/80. Ez a normális vérnyomás mindenkinek, amit most már az orvosok is azt mondják, hogy hát 140-150, 40 éves korban még elfogadható, nem kell hozzá gyógyszert adni. Sőt, én beszéltem egy kardiológus főorvosnővel, nem túl régen, ha valakinek 160 a vérnyomása ritkán, egy-két napig, akkor nem kell vele foglalkozni. Nem kell vele foglalkozni. A magas vérnyomás okát kell megkeresni, akinek mondjuk a fölött van 190 vagy 180 a vérnyomás felső határa. 4 okot fogok felsorolni, ebből keletkezik a magas vérnyomás. Az első ok, amit elmondok, azt nem nagymamától tanultam, hanem tanfolyamot végeztem, természetgyógyász tanfolyamot, és ott a vizsgaanyagban benne volt. Hibás fehér vérsejtek válnak ki az érfalon belül. Lerakódnak az érfalon belül egy helyen, úgynevezett plakot alakítanak ki. Az azt jelenti, hogy ilyen az érfal, és itt van egy csomó. Leszűkül a vér útja, a szívnek erőlködni kell, hogy azon a szűk nyíláson is átnyomja a vért, hogy oda a lábam ujjába is, meg ide is jusson. A vérben elég táplálék és elég oxigén a sejtjeimnek. Felmegy a vérnyomás. A hibás fehér vérsej termelése a lépbe és a csontvelőbe történik. Segíteni kell a lépnek és a csontvelőnek abban, hogy ne dolgozzon, ne termeljen hibás fehér vérsejtet, vasat és C-vitamint kell belevinni a szervezetünkbe. Sok olyan gyógynövény van, ebben vas is van, C-vitamin is van. Vas van például a csalánlevélben, meg C-vitamin is van a csalánlevél teában. A fekete ribizli levélben is vas is van, C-vitamin is van. A fekete ribizli gyümölcsben is van. A fekete szederbe is van, vas is, meg C-vitamin is. De lehet ezt tulajdonképpen gyógyszerrel is csinálni, például béressebbe. A béressebbe is van vas, és adnak hozzá C-vitamint. Rendszeresen kell használni, de a teákat, amiket teákat készítünk, azokat viszont nem szabad forrázni, mert a C-vitamin 60 fok felett elbomlik. Egyáltalán, ha már a C-vitaminról beszélek,
Én nagyon sok helyen, itt nem merem megkérdezni. Nagyon sok helyen, de megmerem. Kérem, nyújtsa fel az a kezét, aki rendszeresen használja a C-vitamint. Tessenek megnézni, milyen kevesen vannak. A többiek miért nem használják? Nincs nekem semmi bajom, majd lesz. Tessék, kérem a C-vitamint rendszeresen használni. Nem véletlenül kapott Szent Györgyi Albert a C-vitamin felfedezéséért orvosi Nobel-díjat. Védi az emberi szervezetet, az egészséges szervezetnek. Nem tudom, tudják-e, hogy az immunrendszerünk, a védekező képességünk a bélrendszerünkben működik 70-80%-ban. Most akinek állandó székrekedése van, annak biztos, hogy nincs immunrendszere. Úgy hívják, hogy limfociták, őket van belőle 3. A székret egy héten egyszer van, limfocitái egyáltalán nincsenek. Mindent el fog kapni. Tehát mindenképpen használni kell a C-vitamint, és azokat a teákat, amik C-vitamin is van, azokat csak meleg vízzel szabad leönteni. És nem 15 percig áztatni, hanem legalább egy fél óráig. Hogy kiázom belőle a hatóanyag, mert rövidebb az idő, mint a forrázásnál használnánk. Az ugyan rövidebb idő, de melegebb a víz. Kiázom belőle, és a hatóanyag, a C-vitamin megmaradjon. Tehát a vas kiázik, és a C-vitamin is megmarad. És fölment a vérnyomás, majd arra a végén mondok, aki ezt nem csinálja. Fölment mondjuk 190-re vagy 180-ra, mint az enyém volt egyszer 80 éves koromban. Ez az egyik ok. A másik ok a koleszterin túltermelés. A koleszterin, összkoleszterin érték felső határa Magyarországon 1968-ban 6,8 volt. 6,8. Most 5,2. Svédországban 7,0 az összkoleszterin érték felső határa, Izraelben meg 7,3. Svédországban is, meg Izraelben is, meg régen Magyarországon is tudták, hogy az agykére koleszterinből van. Ha az agykéreg hosszú időn keresztül nem kap koleszterin utánpótlást, a svédek meg az izraeliek tudják, Alzheimer-kór lesz belőle, vagy Parkinson-kór lesz belőle. Tehát mi az, hogy magas koleszterin, összkoleszterin érték? Mondjuk 7. A fölött viszont mindenképpen csökkenteni kell a koleszterin szintet, mert a következő történik, a koleszterin megvastagodik az érfalon belül. Addig az érfal így rugózik. A rugózó, tehát a rugalmas érfal ledobja a cukrot, a meszet, a koleszterin, a plakkot, bármit, ha rugalmas az érfal. De ha a koleszterin megvastagodik, mondjuk 7 fölé kerül, akkor ez nem így rúgózik már, hanem csak így. És nem dob le semmit. Nem a koleszterinnel lesz a baj, azzal is végeredményben, hanem a megtelepedett mézzel az érfalon belül. Leszűkíti a vérútját, és törékeny lesz az érfal, trombózis. Nem szabad megengedni, és fölmegy a vérnyomása. Koleszterin csökkentőt úgy hívják, hogy tyúkhúr, teakeverék, kiváló. Vagy fokhagyma, kiváló. Vagy dió, kiváló. Koleszterin csökkentő.
És ha mégis fölment a vérnyomásra, de végén elmondom, hogy a vérnyomásra mit kell használni. A harmadik ok a vese. Kérem szépen, aki nem iszik elég folyadékot, annak a veséje nem dolgozik rendesen. Meg kell inni a 2 liter folyadékot, azokat a teákat kell használni, amiket az elején elmondtam a tisztításnál a vesére, tehát a mezőzsólót, a tejoltógalajt, a nyírfa levelet, de lehet még másokat is használni, amik vízhajtó, például a csalán is vízhajtó, sok ilyen növény van. Ennek ellenére, aki nem használja, annak is fölmegy a vérnyomása, mert a veséje nem dolgozik rendesen, és akkor annak a következménye az emelkedett vérnyomás. A negyedik ok pedig az idegesség. Ez a mai emberiség borzasztó, milyen ideges. És tudják mitől? A televíziótól, meg a számítógéptől. A laptoptól, meg az okostelefontól. Meg attól a sok hülyeségtől, amit abból a sok borzalomból, amit a televíziók, meg a laptop, meg az okostelefon sugároznak. Meg szoktam kérdezni az embereket, amikor valakinek az a problémája, hogy nem alszik rendesen, hogy mit csinál. Nézem a televíziót. Jól felidegesítem magam. Persze, hogy nem alszik. Hát, okostelefonon keresek valamit. Persze, hogy nem, ahelyett, hogy olvasna. Vissza kell térni az olvasásra lefekvéskor. És egyébként is, mit ér el valaki azzal, ha idegeskedik? Elmondok egy saját példát. Bükszentkereszten az a ház, ahol én most lakom, én Miskolcon születtem. Azt 1964-ben vettünk fel kölcsönt uzsora kamatra. Egy embertől, aki ezzel foglalkozott, nem adtak már nekünk kölcsönt, mert hát nem volt annyi fedezetünk a fizetésünkben. Minden hónapban fizetni kellett, egy évet vállaltunk, egy év alatt fizetjük vissza. Este lefekszünk, egyik alkalommal feleségem megszólal, Gyuri, nincs itthon semmi, meg nincs egy fillérem se, mit főzzek holnap. Mondom neki, hogy várjál egy kicsikét, majd reggel 6 óra után, amikor felébredtünk, megbeszéljük. Fél óra múlva, Gyuri, mit főzzek holnap? Fél óra múlva, mondd már meg, mit főzzek holnap? Éjfélig. Éjfélkor végre elaludt. Addig nem hagyott engem se aludni. Reggel felébredtünk, csörgött az óra, ránéztem. Most már van pénzed? Értelmetlen volt, elnevette magát. Minden ember, amikor elkezd valami idegeskedni, az legyen az első gondolata, hogy mi fog történni, megváltozik, az, amiért idegeskedek, azonnal rájön, hogy nem. És még egy másikat elmondok, ami pedig velem történt. Én élelmiszerkereskedelemben dolgoztam, osztályvezető voltam az egyik cégnél. Korábbról, előző munkahelyemről volt egy haragosom, akit oda tettek felém főnöknek. Igazgatóhelyettesnek, elkezdett engem piszkálni. Állandóan ki akart velem tolni, állandóan olyan feladatokat adott, amit nem tudtam, vagy nagyon nehezen tudtam végrehajtani. Aztán egy idő után azt mondtam, hát én nem akarok inni, abba menekülni az italba, itt hagyom. Kerestem egy munkahelyet, elmentem egy másik élelmiszerkereskedelmi céghez, Miskolcon ellenőrnek alacsonyabb beosztásba. És mit adja a jó Isten? Másfél év múlva találkozok egy korábbi főnökömmel,
Jaj, de jó, hogy találkozunk, Gyuri. Gyere már el hozzám, osztályvezető helyettesnek. Mondom főnök, miért? Szívesen elmegyek, miért? Nincs osztályvezető. De van, de azt mondja, egy olyan ember, aki mindennel foglalkozik, csak éppen a munkával nem, elküldöm egy helyre valóban tárgyalni egy céghez, akkor ő mindenről beszél, csak arról nem panaszkodnak az eladók, akikkel kapcsolatban vagyok, hogy ne küldjed már hozzám ezt az embert. Te fogsz járni tárgyalni. Tanárember volt egyébként, nem minden tanárember ilyen. Iskoláról beszélt azonnal. Lényeg az, hogy elmentem oda, egy fél év múlva a Nándi felmondott, visszament tanítani. Én lettem az osztályvezető, onnan mentem nyugdíjba. Tehát megoldott a természet maga, de nekem kellett lépni, nem idegeskedni. Mert ha idegeskedünk, fölmegy a plafonba a vérnyomásunk, és nincs megoldás. Meg kell keresni a megoldást. Mi az, hogy magas vérnyomás? 80 éves koromban elmentem a házi orvosomhoz, minden évben járok, önök is járjanak minden évben egyszer az orvoshoz. Kell. Ő tud megvizsgálni engem, ő vesz vért tőlem, ő tudja megmondani, kiértékelni, hogy én milyen állapotban vagyok. Az én tapasztalatom ahhoz kevés, és az önöké is. Megméri a vérnyomásom. Jaj, Gyuri bácsi, baj van, 180/90 a vérnyomása. Mondom, én nekem nincs bajom vele. Én éppen 80 éves vagyok, én még így tanultam, az már nem így van. Na nézzük meg a szívét. Megnézi a szívemet, hát azt mondja, tényleg nincs olyan nagy baj. 50 éves korú a szíve az EKG szerint. A gép annyit mutatott. Megbeszéltük, fél év múlva visszamegyek. Addig én használom a galagonya teámat, minden nap, azóta is minden nap megiszom, ma is megittam már. A galagonya teámat egy csészével naponta. Fél év múlva 140/70 a vérnyomásom, meg volt el elégedve. Öt évenként csinál EKG-t, 90 éves koromban is volt, majd 95 éves koromban lesz. Megint EKG-m. 90 éves koromban megnézi az EKG-mat. Először mondom a 95 évest. 95 éves koromban megnézi az EKG-mat. Hát azt mondja Gyuri bácsi, a mai 20 éveseknek nincs olyan a szívem, mint a magáé. Először 50 éves volt a szívem, aztán 5 év múlva meg 90, vagy 20 éves volt a szívem. Mit tud a galagonya? Hogy ilyen jó az én saját szívem ettől. Vérnyomás csökkent, ha kell. Nekem lecsökkentette. 130-140, azóta 11-12 éve a vérnyomásom. Szívritmus szabályoz, tökéletesen működik a szívem. Szív ideget nyugtat. Sok idegességnek az a baj, hogy ideges a szíve az illetőnek. A szív és az erek izmait rugalmasan tartja, tehát ledobja, ha valami szemét oda kerül, mert rugalmas. És a szív és az erek izmait, ja, és kitakarítja a nyirok, a szív, az vérereket és a szívnek az ereit, a kis ereket és a nagy ereket. Sokan panaszkodnak, hogy ingadozik a vérnyomásom. És amikor megkérdezem tőlük, hogy mennyi az az ingadozás, akkor azt mondják, amikor az alsó a 120, a mai orvoslás szerint az egy normális vérnyomás, amikor emelkedett meg, az egy 109. Ez nem ingadozó vérnyomás. Ez egy normális vérnyomás, amikor 120, és amikor a fölött van, az egy emelkedett vérnyomás, nem ugyanazt kell használni rá. Az az ingadozó vérnyomás, amikor a felső érték, vagy a székelyek szerint a nagy vérnyomás, egyszer 90 vagy 70, másszor meg 190. Ez egyszer alacsony, egyszer magas. Ez ingadozik, mert egyszer alacsony, egyszer magas.
Korlátlan ideig lehet inni a galagonyát, az ingadozó vérnyomás a fehér fagyönteját kell inni. Az egy csodanövény. Majd később erről is fogok beszélni. És akkor még az alacsony vérnyomás. Amikor valakinek 90 vagy 100 alatt van a szisztoléja, tehát a felső értéke, az valóban alacsony vérnyomás, arra viszont sokan a fekete kávét isszák. Igen, fel is emeli a vérnyomást 2 óra hosszáig. Akkor megint kell inni egy kávét. Aztán megint egy kávé, egy nap 4-5 kávé. Rengeteg benne a csersa, tönkreteszi a gyomrát 2 év alatt. Utána panaszkodni fog a gyomrára. Holott van olyan növény, úgy hívják, hogy fekete tea, vagy zöld tea, amelyikben van egy koffein származék, amit úgy hívnak, hogy tein. A tein reggel 6 órakor megiszik egy csésze teát, emeli a vérnyomását 12 óráig. Akkor meg kell inni a második teát, vagy a feketét, vagy a zöld teát, este 6-ig emelkedett, normális lesz a vérnyomása. És nem megy tönkre a gyomra. Na tehát ennyit az első róla, a második a cukorbetegség, amiről beszélni akarok. Az borzasztó, kérem szépen, hogy a világon talán nincs még egy olyan ország, ahol ennyi cukorbeteg van lakosság arányában. A lakosság majdnem a 10%-a, amiről tudnak. És első számú ok a túlsúly. Járok külföldre is, Erdélybe voltam, Brassóba, egy orvos kongresszuson előadást tartani a Poyánán. Ez 1200 méter magasan van, orvos kongresszuson. Előtte volt időnk, sétáltunk a városba, mielőtt fölmentünk volna, autóval voltunk. Sétáló utca. Körülbelül volt ennyi ember, amivel találkoztunk egy olyan jó fél óra alatt. 3 ember tudtam megszámolni, aki túlsúlyos volt. 3-at. Nekem is van még mindig 2 kilom. Én is benne vagyok abban, hogy nálunk nagyon sok a túlsúlyos ember. Itt van a hasamon, háj. Nem látszik, de van, meg tudom fogni. Le fogom adni. Nincs rá szükségem, mert első számú ok, aki cukorbeteg és túlsúlyos, akkor gondolkozzon el, amikor kap gyógyszert az orvostól, vagy akár inzulint is, az orvos azonnal azt mondja neki, mikor először megállapította, hogy magas a cukorszintje, fogyjon le, kérem. Elmúlik a cukorbetegség. Le kell fogyni. Ez az egyik. A másik pedig ez is. Magyarországon most azt mondják, hogy a cukor felső szintje millimolba mérve 6 millimol. 6,8 volt. Bocsánat, 7 volt régebben, az régi orvoslás tanítása szerint, és akkor egy diabetológus orvos, mikor valakinek 7,7 millimol cukrot állapított meg abban az időben, akkor azt mondta, hogy 100 g szénhidrátot szabad csak megenni, nem kellett még gyógyszer. Csökkenteni kellett a szénhidrátot. Mert tulajdonképpen mi történik? Amikor elkezdünk enni, akkor azonnal, ahogy lenyeltük az első falatot, a hasnyálmirigyünkön 2 sejt van. Egy alfa sejt és egy béta sejt. Azonnal elkezd a béta sejt inzulin termelni már. Rosszul beszélek.
elkezd inzulint termelni. Ez a felszívódás másfél óráig tart. Annyi idő alatt, amit megettünk, másfél óráig szívódik fel, a bétasejtnek másfél óráig kell inzulint termelni. Nem teljes kapacitású, csak 80%-os. Nem tud elég inzulint termelni, fölmegy a cukorja 10-12-re. De hogyha kinyújtom én a másfél órát 2-re, a felszívódás időt 2 órára, egyértelmű, hogy a bétasejt 2 óra alatt többet tud termelni, mint másfél óra alatt inzulint. Vannak ilyen növények, amelyikkel meg lehet előzni, hogy kialakuljon a cukorbetegség ilyen módon, hogy lelassítjuk a felszívódást. Erdei málna levél, erdei szedellevél, mezei katánglevél, mezei katánggyökér, csicsóka régen, fekete áfonya levél, és még sorolhatnám sok kukoricabajusz, fehér babhé. Ezek mind óriás molekulájú szénhidrátot, úgynevezett inulint tartalmaznak, amelyik lelassítja a felszívódást. Ugyanúgy, mint a merkformin, amit először adnak a cukorbetegeknek. Ezt kell használni, és akkor nem alakul ki, vagy sokkal később alakul ki a cukorbetegség, vagy ha már kialakult, akkor nem kell mindjárt gyógyszerrel nyúlni, csak később. Később, mikor van ilyen probléma, mondjuk amikor már valakinek nagyon magas a cukorja, akkor arra kell vigyázni, hogy a cukorbetegeknek 2 ájulásos állapota van. Az egyik ájulásos állapot, amikor fölmegy a cukorja a plafonba, mondjuk 40-en túl, vagy 30-on túl millimolba, vagy milligramba is másképpen mondják, elájul. Akár az utcán. Nem történik semmi, magához tér egy idő után. Lemegy a cukorja 0-ra. Elájul. Akár az utcán. Ha 2 órán belül nem kap cukorinjekciót, meghal. Ez a veszélyes. Először is minden diabetológusnak adni kell egy kis kártyát, amikor valakit fölvett a betegei közé, hogy cukorbeteg vagyok, és annak ott kell lenni az igazolvány mellett, mert ha az utcán álljul el, jön a mentő, beviszi a sürgősségi osztályra, ott nem biztos, hogy azonnal sor kerül rá, mert sokan vannak, meghal, mire rákerül a sor. Mert kivették az igazolványát, nincs mellette a kártya, hogy cukorbeteg vagyok. Mert ha ott van mellette a kártya, akkor azonnal adják a cukorinjekciót. Csak azzal lehet életre kelteni. Van 2 teánk, amit használni lehet, és azt most már olyan öröm a számomra, amikor ilyet hallok. Az én házi orvosom volt nem túl régen, orvos továbbképzésen, ahol voltak, azt mondja, 200-250, egy diabetológus professzor is beszélt, tartott nekik előadást, hogy mi oka a cukorbetegség, stb. Stb. A végén a következőket mondta. Az borzasztó állapot, hogy Magyarországon a lakosság 10%-a lassan cukorbeteg. Nem tudunk vele mit csinálni. Én nem bánom, ha a diabetes nevű teát adják nekik, de adják, mert az legalább segít abban, hogy ne legyen ennyi cukorbeteg, ne vágják le ennyi embernek a lábát. Magyarországon vágnak a legtöbb lábat cukorbetegeknek. Ez a diabetes tulajdonképpen 2 dolog lényeges, már gyerekeknek is lehet adni 6 éves koruktól. Gyerekadagban természetesen az azt jelenti, hogy egy teáskanálnyi fű és 2,5 deci forrásból levett víz. Az a lényege, hogy lelassítja a felszívódást, de 5 féle növény van benne, az 5 féle növényből 3-at forrázni kellene, 2-t főzni. A 2 a gyökér nem főzhető, mert akkor a 3-at kilúgozzuk.
ezért az a megoldás, hogy hosszú ideig áztatni, tehát leforrázza meleg vízzel, nem 15 percig áztatja, hanem 45 percig, és étkezés után 5 percen belül megissza. Egy eset van, nem lehet használni annak, akinek epeköve van, mert elindíthatja az epekövet. Annak van egy ilyen, hogy fekete áfonya levél, tea keverék, és akkor azt kell, azt lehet használni, azt használhatják epekövesek is. A rákról majd a végén, most először a COPD-ről egy pár szót. Nincs más megoldás, mint abba hagyni a cigarettát. Késleltetni lehet a halált, a COPD halálát, azzal, hogy használ egy teát, amit úgy hívnak, hogy tüdőfű tea keverék, és használni kellene azoknak az embereknek, akiknek az oka az, hogy gyakran megfázik, gyakran van mellhártyagyulladás, a tüdőgyulladás, a régi módszert. Egy lepedőt, ami körbeéri egy embert, le kell teríteni egy asztalra, be kell kenni sertészsírral, mangalicazsírral, körbe kell csavarni az illetőnek a testét, a csupasz testét, és akkor elkezd izzadni, mert a pólusai el vannak zárva, a szervezete védekezik kívülről, ki akarja nyomni onnan azt a zsírt. És vele együtt kijön a lerakódott anyag is a tüdőből, ami a tüdőgyulladásból vagy a mellhártyagyulladásból ered, meg lehet 2-3 óráig bírja csak magán tartani, akkor le kell venni, kis szünetet, és akkor újból csinálni kell. És van ez a tüdőfű tea keverékünk. Mondom, az egészségügyi államtitkárnő, aki most a miniszter, államtitkár, helyesebben mondva az egészségügyben, ő is írt ebbe a könyvbe cikket, ahol ezt leírták. A rák. Kérem szépen, Magyarországon 1964-ben, ahogy mondtam az elején, meghalt egy év alatt 1700 ember rákba. Sokan, ugye most sokkal több, most 30 ezer egy év alatt, sokan azt mondják, hogy Csernobil. Nem igaz. A finneket érte a Csernobil először, és a finneknél nincs ilyen. Nincs ilyen sok halál, rákos halál. Az élelmiszer szemét, az viszont van nálunk is. El fogok mondani egy pár, meg lehetne előzni. Miért volt akkor olyan kevés a rákos? Nem ettek ennyi adalékanyagot, mint amennyit most megeszünk. Én nekem nagyon, nagyon érdekes példáim vannak, például a tartósítószerről. Nagyon szeretem a szilvát, nagyon jó rákellenes hatása van a szilvának, a kék szilvának. Állandóan eszek évente, most már télen nem, csak akkor, ha én eltettem. Ezelőtt egy jó pár évvel perui szilvát vettem karácsony előtt egy kilót. A konyhában az ablak, erkély ablaknak a párkányára kitettem egy edénybe, egy elgurult. Többit megettem, karácsony után vettem észre, hogy odébb is van egy, ami elgurult. Ez volt január 6-a után. Kíváncsi voltam, hogy vajon mikor kezd el romlani. Kitettem az asztalra. Február végén kezdett el romlani. Vegyi anyag volt rajta. Tartósítószer. Perúból hozták. Lehet, hogy olyan is volt, hogy gyors éllelő. Mert például, nem tudom, tudják-e, hogy a napraforgót például egy ilyen gyors éllelővel permetezik le, amikor ma úgy érzik, hogy meleg, és akkor a levele lepereg. De még számtalan ilyen növény van, amit gyors éllelnek. Amit Olaszországból hoznak a szőlőfürtöt, az vajon miért tart olyan sokáig? Nekünk, mikor annak idején volt szőlőnk, akkor nekünk a szőlőt, amit leszettünk, a csemegeszőlőt, az karácsonyig tudtuk csak tartani.
Most meg februárban is van. Adalékanyag. És vannak, régen is tudták az emberek, hogy mit kell használni a rák kialakulásának a megelőzésére. Ez a lényeg. Tudni kell, és van egy újabb felfedezés, és hál' Istennek, ami 2015-ben történt, orvosi Nobel-díjat kapott érte egy kínai gyógyszerésznő. Az egynyári ürömért. Majd azt elmondom sorban. Elmondok egy pár olyan esetet, amiből tudjuk, én is tudom, ezután önök is tudni fogják, hogy a rák kialakulásának a megelőzésére lehet használni. Még nincs rák. Akkor is lehet használni, akkor kell elsősorban használni, hogy ne is legyen. Konkrét eseteket mondok, hozzám jöttek. Egy magyar származású kertészmérnök nő jó pár évvel ezelőtt jött hozzám, hazajött Németországból, 70 éves volt akkor, cukorteáért, cukrot megbeszéltük, rokonlátogatásom volt itthon, és akkor ő magától mondja, hogy Gyuri bácsi, 40 éves koromban mellrákot állapítottak meg. Elsősorban is időben ment. Nem várt arra, hogy hát még ez a csomó kicsi. Neki is kicsi volt a csomó. Elment, vettek szövettant, rossz indulatot, daganat, a hónaljában még nem volt semmi. Adtak neki egy injekciót a műtét után. A műtét háromszúrásos, laparoszkopos műtét volt, nem vették le a mellét. Megmaradt a melle. A kicsi csomót kivették. Nem tudom, tudják-e mi az, hogy laparoszkóp, ez egy ilyen három szúrás, az egyik, másik, harmadikkal egyikkel világítják, szórják, és utána a másikkal kiveszik, vagy a harmadikkal. És utána adott neki az onkológus orvos egy fehér fagyönyből készült injekciót. Iszkádor, ez a neve neki. Magyarországon is kapható. Az Európa Patikában egy hónapban egy injekciót kellett adni magának. 40 éven keresztül is nem jött vissza a rák. Egy hónapban egy injekció, megtanította az orvos. Most nálunk is lehet kapni, Európa Patikában lehet, interneten meg kell keresni. A másik ilyen eset, egy idős orvos, tehát van egy injekciónk, ami a rák megelőzésére is jó, a benne lévő hatóanyag a fehér fagyöngy. Tejaként is lehet inni. Amikor még csak egy sejtes rák van a mellébe az illetőnek, képzeljék el, hogy két férfit ismerek, akinek mellrákja volt. Egyik már meghalt. Férfinak mellrákja. Tehát gyakorlatilag megelőzésre egy héten egyszer, két hetente egyszer egy fagyöngy. Tea. Benne van a hatóanyag. Egy öreg orvos hívott fel egy alkalommal, szintén cukorbeteg, van nekem telefonos tanácsadásom, hétfőket szerdán, este. Őnek is szájrákja volt, de ő is a cukortea hívott fel, mert akkor már, amikor engem felhívott, akkor már gyógyult volt. Elmondja, hogy a szájrákja, ő nem vállalt semmilyen kezelést, tavasszal állapították meg, azt mondta, hogy ősszel meghalok, beletörődött. Elment egy távoli rokonához elköszönni, ott volt egy idős néni, ő szerinte 90-en túl volt a néni, végighallgatta, aztán azt mondta, hogy doktor úr, maga nem fog ősszel meghalni. Mondja az orvos nekem, hogy ránézem, az hogy ne halnék meg, hát nem kezelnek. Tessék kérem, reggel, délbe, este egy fejnyes körönvirágot alaposan elrágni. Alaposan megrágni és lenyelni, nyersen.
ősszel nem volt szájrákja. És nem volt szájrákja 15 év múlva, mert 70 éves volt először, és 85 éves volt, amikor én velem beszélt. Tehát már van egy körönvirágunk is, amit régi könyvek le is írnak, hogy a körönvirág mellrákra, ményakrákra kiváló gyógyító, és megelőzésként is lehet használni. Csak használni kellene. Nem jajgatni, amikor már ott van, hogy leveszik a mellemet. Akkor már nem tud más csinálni. Előtte kell. Egy fiatal ember, tehát most már van még egy körönvirágunk is. Egy fiatal ember jött hozzám, vannak nekünk ilyen gyógynövénygyűjtött óráink egyik alkalommal, jó pár éve volt ez is, és utána az előadásom után odajön és mondja, hogy Gyuri bácsi, tessék segíteni, édesapának nyelvrákja van, és már nagyon sovány, és csak híggal tudjuk etetni, és már nem megy sehova, még fürödni tud. És akkor kérdeztem tőle, hogy megvan-e az egészségisten patikája, már ilyetek bennek az egészségisten patikája, azt mondja, megvan, ott van benne a közönséges galaj. Mária Treben azt írja, hogy ez a legjobb galaj, sajnálja, hogy elfelejtette az emberiség, mi nem, van most is. És akkor használja azt úgy, hogy le van írva, három csésze teját kell csinálni, kettőt meg kell inni, egyel galgarizálni és kiköpni, és hogyha van friss, akkor a frisset kell levenni, meg kell mosni, hogy nedvesen kifacsarni, centrifugázni, abból is három csésze. Következő évben jött megint a fiatalember egy másik hónapban, másik alkalommal gyógynövénygyűjtő túrára, megláttam, édesapa, hogy van. Jaj, Gyuri bácsi, nagyon szépen köszönöm, most ment a kocsmába. Meggyógyult, Mária Treben szerint. Az ő javaslatára meggyógyult. Tehát van egy közönséges galajunk is. Az én házi orvosom onkológus is. Rendel is onkológián. 2002. februárjában mentem hozzá, jogosítványért is, meg egy évem kimaradt, és nőtt a halántékomon egy fekete folt a jobb oldalon. Akkor meglátta, azt mondta, hogy itt nagy baj van, Gyuri bácsi, holnap tessék menni bőrgyógyászatra, mert az ott nekem nem tetszik. Elmentem másnap bőrgyógyászatra, megnézte a doktornő, nagyítóval mondta, hogy ilyen és ilyen számú, rossz indulatú daganat, holnap tessék menni, írom a beutalót onkológiára, mintát venni, és azonnal le kell venni. Mondta neki, hogy ne tessék írni, mert nem megyek. Rám néz, hát akkor meghal 6 hónap múlva. Mondom, hogy miért halnék meg? Semmi bajom nincs, azt mondja, most még. Majd a hátán lesz 2-3 ilyen feketeség, aztán felmegy a fejére, bemegy az agyába, és akkor 6 hónap múlva megöli. Így mondta szó szerint. Hát nem mondom, hogy vígan mentem haza, nagyon magam alatt voltam, azért se akarok meghalni. Eszembe jutott, hogy mit mondott a nagymama. Diólevél gyógyítja a rákot. Csak időben kell szedni, júliusban, 7. hónapban. A közönséges galajt tudom Mária Trebentől. A fehér fagyöngyöt is tudom ugye a könyvekből, és még sok minden más tudok, ami. Csináltam magamnak tintórát, úgy hívják, hogy sejtvédő, ma is van. Elkezdtem kenni és inni. Minden nap megittam 3-szor húscsepet reggel, délbe, este, és bekentem ezt az oldalt kívülről reggel, délbe, este. 2 évig annyi történt, hogy nem nőtt tovább, de nem is csökkent. 2 év után egyszer csak elkezd világosodni. Még nem csökkent a nagysága, csak sötét feketéből világos barna lett, és elkezdett rücskösödni, mert addig sima volt.
Két és fél év múlva bevarasodott és leesett. Leesett magától. És akkor én tudtam, hogy ezt nem szabad abba hagyni, mert a rákos sejtek, alvó sejtek az egész emberiségnél van, mindenkinél van, önöknél is van, minnyájuknál. 2016 őszéig, decemberéig használtam. Már akkor pár éve, csak egy hónapban, egy nap. Azt a tintúrát, a sejtvédőt, amit úgy hívunk, akkor már csak egy hónapban reggel délbe este 20 cseppet ittam meg belőle, kívülről nem volt mit kenni. 2017 novemberében visszajött a másik oldalon. 2015-ben viszont kaptam a lányomtól, Svájcból egy levelet interneten. Orvosi Nobel-díjat kapott egy kínai gyógyszerésznő, mert felfedezte, hogy a kínaiak már 1600 évvel ezelőtt használták az egynyári ürmöt, ami nálunk nem terem, malária ellen. Addig gyógyíthatatlan volt a malária, csinált egy gyógyszert belőle, mert bebizonyította, hogy minden rossz indulatú sejtet elpusztít az egynyári ürömben lévő Artemisin nevű hatóanyag. Orvosi Nobel-díjat kapott. És akkor elkezdtem én az én, csináltam ebből tintórát, cseppeket úgy mondom, ebből az egynyári ürömből. Elkezdtem az én sejtvédőmmel kenni ezt itt, kicsi volt, egy ilyen kis borsónyi. Naponta 25-ször bekentem, és ittam az egynyári üröm cseppet. Egy hónap alatt leesett ez. Azóta sincs, és azóta se hagyom abba. Se a sejtvédőt, se az egynyári ürömcseppet. Én nem akarok még egyszer rákos lenni, elég volt nekem kétszer. Tehát számtalan ilyen dolog van, ami a népi gyógyításban van, tulajdonképpen megtartani az egészséget, az orvoslásban ilyen nincs. A C-vitamin kivéve. Hát ennyit akartam elmondani erről a négy esetről, és akkor most még egy pár dolgot mondanék más betegségekről, amit a népi gyógyítás annak idején tökéletesen meg tudott gyógyítani. Példának mondom, ugye nagyon sok ember küszködik a szemével. Időskorban látás problémája keletkezik, holott nagyon egyszerű, van három olyan növény, amivel meg lehet a látásunkat tartani. Egyiknek benne van a nevében szemvidítófű. Nálunk nem terem. A másikat úgy hívják, hogy Erzsébet királyné, ez egy csemegeszőlő venyigelé. A harmadikat úgy hívják, hogy diólevél. Én ezt ismerem, a másik kettőt nem. Egy fél deci diólevél teát kell csinálni, egy mokkáskalányi diólevelet le kell forrázni egy fél deci vízzel, 15 perc után le kell szűrni reggel. Belemártja az ujját, így ahogy mutatom, behunja a szemét, alsó szemhéj, felső szemhéj, alsó szemhéj, felső szemhéj, naponta 20-25-ször bekeni. Be lehet vinni munkahelyre is egy kis üvegbe. Be lehet menni a mosdóba, meg lehet, de munkahelyen is meg lehet csinálni. Következőket tudja, látásjavító. Egy évig használja ilyen formában, egy-két diopriát javít, akár távolba látó, akár rövidlátó. Egy-két diopriával jobban fog látni. Kezdődő szürkehályog nem alakul ki. Nagyon lényeges, a zöld hályogba bele lehet vakulni. Szemcseppel együtt. Szemcseppel együtt fogja használni ezt a diólevelet így, akkor nem fog megvakulni. Megszűnik a kettős látás. És nagyon lényeges az időskori makula degeneráció is sokkal később alakul ki, aminek szintén vaksága vége.
Itt még a makula degenerációnál ajánlom az almaezetet egyébként az érfalak tisztítására, a méz leoldására alma ecet a legkiválóbb. Az 5%-os ecet. Egy teáskalányit kell reggel, délbe, este, meginni étkezés után. Tökéletesen tiszták lesznek az erei mindenütt, itt is, meg itt is. Emésztési problémák, elsősorban a gyomor problémák. Gyomorideg, mit idegeskedik? Gyomorideg, gyomorhurut, sapkatengés, fekély, reflux. Ez a sorrend, az alapja a gyomorideg. Meg kell szüntetni a gyomorideget, ha nem tudja saját akarattal, mert az úgy lett a legjobban, akkor Orbán szűteával, este egy csésze Orbán szűtea, és akkor fehér akár szirággal pedig a gyomorsav termelést lehet csökkenteni. Most van egy ilyen keverékünk, fehér akár szirág tea keverék, rendbe teszi a gyomrot, a gyomorideget is, meg a gyomorsav termelést is, korlátlan ideig lehet inni belőle egy csészével. Le van írva, nem kell két tea, elég ez az egy tea. Bél probléma. De hát először vegyük a májat, elmondtam, vegyük a bél problémát. Általában a vékony és a vastag bél, a vékony bél krónikus gyulladását úgy hívják, hogy Crohn betegség. Állandóan megy a hasa az illetőnek tőle, vagy ritkán megy a hasa, de rendszertelenül jön elő a hasmenés. Egy bélgyulladás jelent, a bélgyulladást el lehet mulasztani a diólevél teával. A diólevél teát mindenki ihatja, akinek nincs vérhigítója, 8 hétig. Ha van saját diófájuk, akkor a 7. hónapban, júliusban kell szedni, árnyékban meg kell szárítani, betenni egy befőttes övökbe, kiváló, sok mindenre. Például rák ellen is. Nagyon sok ember küszködik az ízületeivel. Két oka lehet az ízületnek. Az egyik a reuma, ennek az oka a vese elégtelen működése. A vesének kell segíteni azokkal a növényekkel, amit mondtam, tehát a zsurlóval, tejótógalajjal és a nyírfa levélteával. Lehet csalán levéltea, az is vízhajtó. És akkor az alapból elmúlik, és az ízületeket pedig a porckopást lehet segíteni, ízületi gyulladást lehet segíteni körönvirágkrémmel. Az én körönvirágkrémmel csodák történnek, komolyan mondom, én most a múlt héten tudtam meg egy-két dolgot róla, két ember, helyesebben mondva nem több, két ember. Eddig tudtam a körönvirágkrémemről, hogy nagyon jó gyulladás csökkentő, nem csak körönvirág van benne, mások is vannak benne. Nagyon-nagyon jó viszérre, elmúlik a viszér, nem kell műteni. Nagyon jó aranyérre, elmúlik az aranyér, nem kell műteni, de használni kell. Nagyon jó ekcémára, saját dédunokámon tapasztaltam ki, de mások is mondják. És most tegnap két hölgy, nem tegnap, bocsánat, vasárnap tanácsadásra jöttek. Gyuri bácsi, anyajegyre használom a körönvirágkrémét. És mondom, elmúlik? Azt mondja, igen. Igaz, hogy csak ketten mondták. De ez egy óriási dolog lenne. Az, hogy aranyér nem lesz, az, hogy viszér nem fog fájni, az, hogy az ízület nem fog fájni, ezt már régen tudom a körönvirágról, meg a benne lévő hatóanyagoktól. És akkor elkezdtem gondolkodni rajta, hogy mi lehet az oka neki, hogy az anyajegyet is elmulasztja. És rájöttem, vérehulló fecskefű is van ebbe. Ebbe a körönvirágkrémembe, és a vérehulló fecskefűt már régen tudjuk, hogy jó anyajegyre. Tehát ennyit akartam elmondani. Most még annyit szeretnék elmondani, láttam itt egy pár ilyen, meglepődve láttam, hogy a reklámanyagunkon nincsen cím, csak e-mail cím van. Ez a kis, mit ajánlunk, milyen teákat ajánlunk, nincs rajta a telefonszámunk.
Ahogy mondtam, Magyarországon a lakosságnak a 40%-a felmérés szerint már használja a gyógyteákat, ha tudja, hogy hova kell fordulni. Mondok egy telefonszámot, akinek van tollaja meg papírja, írja fel, ahol minden tanácsot is tudnak adni, kérdezni is lehet, nem csak rendelni árut. 46-os a körzet, 390 és 278. 46-os körzet, 390, 278. Ezen a számon lehet engem keresni. Hétfőn, kedden és szerdán este 6 és 7 óra között telefonos tanácsadást vállalok. Ez a szám megmondja, hogy otthon vagyok, mert van, hogy elhívnak hétfőn is, meg kedden is, és akkor megadják a lakásom telefonszámát. Ezen a számon, ahogy mondtam, tanácsokat is lehet adni. Ezen a számon be lehet jelentkezni, aki személyes tanácsot akar tőlem kérni. Pénteken Miskolcon fogadok 10 embert, szombaton meg vasárnap Bükszentkereszten 20-25 embert, el kell oda jönni. Mondok egy telefonszámot, ahol az egynyári űrmöt és a körömvirág krémet meg lehet rendelni, a többi teánkat az 46-os körzeten lehet felvenni a megrendelést. Tehát a körömvirágkrémet, az egynyári üröm cseppet, ezt meg lehet rendelni, vagy körömvirág tintúrát is meg lehet rendelni. 30-as, 339, 36-67-es telefonon, hétfőtől csütörtökig, 9 órától délután 3-4-ig. Most ide, ahol az árusításunk folyik, itt most nagyon sok teánk van. Jaj, még egy kicsikét hagyd, dicsekedjek. Ezt majdnem mindig elfelejtem. Képzeljék el, hogy elkezdtük mi a teákat készíteni, a teáinknak a 90%-át a Bükkbe gyűjtjük. Csak 10% a Bükk lábánál. Van egy nő, egy kereskedelmi utazó, aki Japánba jár. Aztán vitt a teáinkból egy Okinawa szigetén két teázóba. Ugye a japánok ugyanolyan nagy teaivók, mint az angolok. Íz lett a japánoknak. És egyedül mi szállítunk Japánba gyógyteát a mi teáinkból. Még nem sokat, de biztos, hogy sok fog lenni, csak majd fel kell kötni a lengőmagyart, hogy tudjuk is annyit majd termelni. Most menjenek oda, ott lehet kapni a körömvirágkrémtől kezdve, a tinktúráktól kezdve nagyon sok gyógynövényt, és egy olyan 20-25 embert még személyes tanácsadásra elfogadok, ott a kis kapu mellett valahol még oda visznek két széket, és akkor adok személyes tanácsadást. Nagyon szívesen, többet azért nem vállalok, mert haza is kéne menni még máma. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és jó egészséget kívánok. Isten öltesse önöket. Használják a gyógynövényt.